Elindult a Magyar Tudományos Akadémia új honlapja, ami a közvéleményt leginkább megosztó aktuális kérdésekkel foglalkozik majd a jövőben. Ennek első cikke a védőoltás ellenességgel foglalkozik, ezzel kapcsolatosan beszélgetünk hamarosan a stúdióban is, most következik egy bejátszás. A tudomány.hu új weboldalnak első cikkírója Kacskovics Imre immunológus volt, aki az áltudomány ellenes oldal bejegyzésében leszögez pár állítást az oltás ellenesség témakörében. Ezek közül az egyik, hogy a kötelező védőoltásokat be kell adatni. Ez sem szakmailag, sem erkölcsileg, sem pedig jogilag nem lehet mérlegelés tárgya. A korábban súlyos, rosszabb esetben halálos betegségek ellen védő hatásuk összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint a nagyon ritkán előforduló súlyosabb mellékhatások kockázata, írja az immunológus. A kötelező oltások beadatása nem csak az egyén, hanem a társadalom szempontjából is alapvető fontosságú, mert ezt tudja megakadályozni a járványok kitörését is. Olvasható a tudomány.hu oldalon. Dr. Újhelyi János, gyermekorvos, sportszakorvos a vendégem. Jó estét kívánok, köszönöm. Ennyire nagy jelentőségű a védőoltás ellenesség Magyarországon, hogy elsőként ezzel foglalkozik az MTA a honlapján? Tehát az, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának kell ezzel a kérdéssel foglalkozni, azt gondolom, hogy a súlyát ezt megfelelően alátámasztja. A gond az tulajdonképpen, hogy az utóbbi években elég nagy számú az a megnyilvánulás, főként a, Az internet adta lehetőségek folytán, hogy az emberek hiteltelen információkkal tukmálják egymást, és elég nagy számú azoknak a betegeknek a száma, akik amiatt nem kapják meg a védőoltást, ez gyermekvonatkozásban jelentős elsősorban, ami, ami miatt azért nem kapják meg, mert a szülők egymás között elriasztják, és különféle állinformációkat terjesztenek. Tudni kell, hogy a védőoltások jelentőségét olyan módon lehetne megvilágítani elsősorban, hogy a a világtörténelem során sokkal több haláleset fordult elő fertőző betegségek folytán, mint az összes háború együttvéve. Tehát az, hogy amit, amit meg lehetett előzni a védőoltásokkal ezeket a hatalmas veszteségeket, ez a tudománynak köszönhető, és nem engedhetjük meg az orvosok és a tudomány, hogy ez egy visszájára forduljon. Gondoljunk csak a legutóbbi fejleményekre, itt egy néhány hónapja éltük át, hogy román Romániából ide Magyarországra nyíregyházára átjött nehány betegnél ütötte fel a fejét a kanyaró, amit nagyon nagy pánikot váltott ki. De gondolhatok itt nehány hónappal korábban tragikus halálesetekre is, amit védőoltással meg lehetett volna előzni. Tehát az, hogy a Magyar Tudományos Akadémia fellép a hiteltelen információkkal szemben, és propagálja ezt a védőoltást nagyon helyen való, mint az, hogy korábban a homopátia ellen lépett föl, és ezeket a tudományos alapon igyekszik bizonyítani a ö, 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 ellenkező híresztelésekkel szemben. Talán éppen azért üti fel a fejét ez, mert eltávolodott tőlünk a veszély, hiszen nem nagyon hallunk ugye a kanyaró kivételével súlyos betegségekről, és hogyha távoli a veszély, akkor úgy hajlamos úgy gondolni az ember, hogy nincs mitől védekezni. Ez valóban így van, de szeretném hangsúlyozni, hogy azért nincs veszély, mert hála a Jóistennek Magyarországon mindig is híres volt a gyermekellátó rendszer azzal, hogy nagyon nagy, számú, nagyon nagy arányú az átoltottság. És ha 98%-ot elér, illetve most is körülbelül itt van az átoltottságunk, akkor létezik egy úgynevezett immunitás, ami azt jelenti, hogy ha véletlenül egy-két gyerek nem kapja meg a vé azt a többi védi. Na most ezeknek a szülei azok, akik ugye gondolják, hogy hát ha nem kapta el, mert véletlen, nem kapta meg a védőoltást, akkor nincs itt semmi baj. Ráadásul egy csomó hiteltelen információ a védőoltások veszélyére is ugye felhívja a figyelmet, ami teljesen rossz gondolat, hisz ami védőoltás Magyarországon forgalomba van, bár még lenne több is, azok mind veszélytelenek és kizárólag előny. Vannak. Milyen védőoltások kötelezőek ma Magyarországon? Magyarországon a védőoltási rendszer a világviszonylatban is legkiválóbbak közé tartozik, és ezt ugye az orvostudomány állapítja meg, hogy mely védőoltásokat mikor kell, és mikor célszerű beadni. Ez, ezek a védőoltások függenek az adott régió megbetegedési mutatóitól, az, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek az újszülöttől, a felnőtt korúik, ezért ez az oltási rend országonként változik. De a Európába, Közép-Európába helyel közel azonos. Ez az oltási rend talán túl sok is lenne ezeket felsorolni, de mégis azt mondom, hogy már újszülött kortól kezdődik. Magyarország nem engedheti meg magának, hogy a BCG, a TBC-vel szemben ne legyen védett, mert a számszerű adatok még ezt uh -huh. kívánják, és ezt követi a kettő-négy hónapos, három-négy hónapos kor, majd az egyéves, 15 hónapos kor, 18 hónapos korosztályban, 6 hat éves, 6 korosztály és a 7 korosztályos gyerekeknek az oltása, de valójában ezek a kötelező oltások, és ezen túlmenően még vannak úgynevezett fakultatív oltások, amelyek választható oltások, amelyek nem azért választhatók, mert nem lenne jó ez beemelni a kötelezőbe, de az állam nem engedheti meg magának, hogy minden egyes oltást fedezzen, ezért a szülőknek is hozzá kell járulni, és az lenne jó, ha minél több, ma még fakultatív oltás bekerülne a kötelezően oltandók sorban, és akkor még több védelemben részesülhetnének a gyerekek. De hogy teljesen tárgyilagosak legyünk, beszéljünk arról is, hogy hány százalékos a kockázata egy-egy védőoltásnak, hogy melyik az, amelyik a legkockázatosabb, úgymond Valamilyen szövődmény ö, miatt? Ö, tulajdonképpen a védőoltásokat nagyon-nagyon komoly azoknak a kifejlesztésébe több éves kutatómunka és nagyon sok millió dollár ö, befektetés, vagy forintosított befektetés ö, előzi meg. Tehát a biztonságoság vonatkozásában abszolút nincsen ö, ö, hát hiány. Inkább arról van szó, hogy a oltóanyagoknak nem is az érdemes, hanem a vívő anyagai néha okozhatnak egy kis reakciót, mellékhatást. Ezeket sokszor a szülők egy része fölnagyítja, vagy az emberek fölnagyítják, és azokat, mint katasztrofális következményeket hát, tálalják, holott ezek valójában sosem bizonyíthatóak, hogy valamit a védőoltás váltott ki, valami súlyos megbetegedést. Én nem nevesíteném egy-egy védőoltást, hogy mi, melyik a súlyos Úgyosabb. Inkább azt mondanám, hogy a biztonságosság vonatkozásában a részemről egyik vonatkozásban sem, még csak az árnya se vetődött föl. Van, tudom, mert úgy régóta, 40 év, több mint 40 éve ugye, gyakorlom a gyermekellátást, és tudom, hogy vannak védőoltások, védőoltóanyagok, amelyeknek egy kicsit több a mellékhatás. Ez adott esetben egy kis lázzal, egy kis helyi reakcióval jár. Korábban voltak kevésbé modern védőoltások, itt gondolok itt a szamárköhögés ellenes védőoltása, ami teljes sejtes védőoltás volt, és tudtuk azt, ha beadjuk a kis csecsemőnek a három hónapos, az biztos, hogy magas láza lesz, föl is készítettük az anyukát. De ezt is már a tudomány kiküszöbölte, valójában nem tudok olyan oltóanyagot mondani, aminek komoly mellékhatása van. Van viszont hatása, és ha például ahol egy élővírust adok a gyermeknek, legyengített élővírust, akkor abból következik egy kis reakció, hisz az a vírus dolgozik. Ez a lényege. Tehát az viszont az nem mellékhatás. Emiatt én azt mondom, hogy mellékhatás vonatkozásban senki ne aggódjon. A magyar országon forgalomban levő védőoltások a mindegyike biztonságos. Előfordult a 40 éves praxisa alatt, hogy akár egy eset is, amikor felmerült annak a gyanúja, hogy a védőoltást követően valamilyen súlyos elváltozás következett be? É olyan súlyos, ami maradandó nem. Talán éppen ezzel az előbb említett szamárköhögés ellenes oltóanyaggal volt összefüggésbe, hisz tudjuk azt, hogy a kisdedek, a pici csecsemők lázgörcse hajlamosak, és hogyha én eleve adok egy olyan oltóanyagot, ami minden bizonyja a magas lázat fog okozni, annak ugye a maga a lázas reakció, az néha egy ilyen zavaros idegrendszeri állapotot idéz elő, annak voltak ilyen Vonatkozásai, de ezeknek sem volt távoli kihatása. Ilyen értelemben azt még talán ennek lehetne nevezni, de ez már régen, legalább 15-20 éve már nem így van, és modernebb oltóanyag van forgalomba. Az eltelt 40 év alatt tapasztal valamilyen tendenciát a védőoltás ellenességgel kapcsolatban? Növekszik ez a, a szülőkben, ez az ellenállás? Ö, még ö, igen növekszik, de nem számottevő még, és ezért van szüksége a Magyar Tudományos Akadémia megnyilatkozására, meg ezért lenne szüksége egy sokkal szigorúbb jogszabály érvényesítése, hisz itt egy gyermekkorú, gyermekkorú gyermek veszélyeztettségéről van szó, és ezt azt gondolom, hogy még a jó szándékú szülő sem teheti meg, mert nem rendelkezik a gyermek egészsége fölött. Ilyen értelemben vannak hiány olyan érzésem, hogy ezek a jogszabályok nem mennek, nem tartanak lépést az igényességgel, és éppen az elbevezetőben említett nehány mondattal, hogy a média és a kommunikációs lehetőségek kiszélesítésével az emberek bizony nem csak hiteles, hanem áll információkat adnak egymásnak, ezért az utóbbi években, és ez, ez egy négy-öt év, öt évben belüli, ezeknek a száma megnövekedett. Én, mint megyei egy szakfőorvos is, többször kaptam felkérést az ANTS-től, hogy segítsek egy-egy ilyen nehéz helyzet megoldását, amikor egy szülő nem engedte, hogy beoltsák a gyermekét, és bizony itt konzultálni kellett a kollégával, a szülővel, hogy ezen gyorsan lépjünk túl, mert ez így nagyon rossz. És nagyon nehéz az emberek agyából kitörölni azt, amit egymásnak duruzolnak, és aminek semmilyen komoly alapja nincsen. Tehát növekszik, de számottevően nem, és még mindig Magyarország a világon az egyik le jobban átoltott ország védőoltás vonatkozásában, és ennek még mi nagyon-nagyon örülhetünk. Sajnos az időnk lejárt, nagyon köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, de annyit még azért hozzá kell tenni, hogy az utóbbi években sokkal bátrabban utaznak az emberek, tehát ilyen szempontból is azért kockázatosabb a védőoltásnak. Úgy van, a és azokra is kellenek Amin. még speciális védőoltások. Főorvos úr, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt ma este. Köszönöm.